Sziasztok, ez itt a holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Tóth Menhért vagyok, műsorvezető társam pedig ezúttal is Janok Péter. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai adásban egy igencsak aktuális témával fogunk foglalkozni, olyannyira, hogy az esemény, amiről szó lesz, a november 19-én rögzülő felvétel közben is még javában zajlik. Innentől talán nem is jelent nehézséget kitalálni, hogy az idei klímakonferenciáról lesz szó, amelyet november 11-től, azaz múlt hétfőtől kezdődően, november 22-ig, vagyis 7 hét péntekig tartanak Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A műsor adásba kerülésének pillanatában pedig természetesen mindez már múltidőben igaz. A globális szintű eseményről Körösi Csabával, a Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatójával, illetve az ENSZ közgyűlésének volt elnökével beszélgetünk. Üdvözlöm itt a műsorunkban, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Mielőtt rátérnénk a klímakonferencia megtárgyalására, bevezetésként arra kérném, hogy meséljen egy kicsit önmagáról. Mi a feladata jelenleg a klíma a konferenciával kapcsolatban, ahol, ha jól tudom, a nemzetközi tanácsadó testület tagja. Valóban az vagyok, de azért itt hadd mondjam, hogy a hazai hátterem legalább ilyen fontos hozzá, hiszen annak a, az NGO-nak vagyok a stratégiai igazgatója, amit Áder János alapított, és aminek a legeslegfontosabb célja, hogy Magyarországon a fenntarthatósági átalakulást azon belül is egy jól alakítható klímapolitikát elősegítsen. Amikor az ENSZ közgyűlés elnöke voltam, annak a vége felé megkeresett egy nemzetközi platform, amit én korábban nem ismertem. Azt mondták, hogy egy olyan csapatról van szó, ami volt állam és kormányfőket, néhány minisztert, és volt néhány nemzetközi szervezeti vezetőt foglal magába. Elfogadta a meghívást, és azóta ilyen két-három havonta egy nagyon-nagyon érdekes társaságban próbálunk lamentálni és döntéseket javasolni a világ nagy problémáinak. Ebből a csapatból, ami egy olyan 25-30 jó részt európai volt állam és kormányfőt jelent, Azerbajdzsán felkért négy-öt főt, hogy legyenek az Azerbajdzsánban tartandó klímacsúcs nemzetközi tanácsadó testületének a tagjai, és ezt a felkérést én is elfogadtam. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi nyolc hónapban körülbelül együtt dolgoztam az azeri vezetéssel egy sikerekre talán kész és képes csapat létrehozásában és a, a klímacsúcs lebonyolításában. Hogy néz ki egy ilyen konferenciának a szervezése? Képzeljünk el egy hatalmas mékast, ami körülbelül akkora, mint egy stadion a környéke. Ugyanúgy pici sejtekre be van osztva, mint a, a mékas, minden sejtben megy a zsongás, rengeteg tanácskozás, rengeteg előadás, vitafórum, és az egész mékasnak a közepén van maga a tárgyalóterem, ahol 196 országnak a résztvevői próbálnak megegyezni néhány olyan alapkérdésben, hogy mi legyen a kibocsátással, mi legyen ennek a finanszírozásával, mi legyen a világ átalakulásával. Tehát ez a mékas, ez folyamatosan zsongásban van, és folyamatosan egy izgalmi állapotban van, és ennek az izgalomnak rengeteg oka van, akár azért is, mert olyan szereplők jönnek a kisebb-nagyobb színpadokra, akik úgy érzik, hogy elfogyott az idő, hogy elfogyott az ő lehetőségük, és most már radikálisnak kell lenni, de lehet azért is, mert olyan geopolitikai csatározások zajlanak ott a szemünk előtt, amik az amúgy is meleg klímát még fel tudják forrosítani. Mind a kettőről bőven volt példa. A COP29-en felszólaló tudósok szerint megközelíthettük a másfélfokos fokos klímacélt. Milyen hangulatban telik ennek fényében a klímacsúcs? Az idén átléptük az 1,6 Celsius fokot. A másfél fok... Talán visszajön még, hiszen ez úgy megy fölfelé, mint egy főrész fog. Néha ugrik egyet, aztán kicsit lejjebb jön, aztán még nagyobbat ugrik, aztán kicsit lejjebb jön, és úgy vagyunk most 1,64 Celsius foknál, hogyha szerencsénk van, jövőre kicsit még visszamegy 1,5 alá, de a trend teljesen egyértelmű. Sőt, nem csak ez az egyértelmű, hanem az is, hogyha megnézzük, hogy milyen ütemben emelkedett a világ felszíni átlaghőmérséklete, akkor az utóbbi 20 évben 25%-kal gyógyított, gyorsult a melegedésnek az üteme. Ez azt jelenti, hogy a kérdés már nem az, hogy átlépjük-e a másfél fokot. Sőt, attól tartok, nem is az a kérdés, hogy átlépjük -e a kettő Celsius fokot, hanem hogy ez milyen gyorsasággal zajlik le, és ez alatt fel tudunk-e készülni azokra a nehézségekre, amik ezzel járnak. Ez benne volt a légkörben. Nem csak az IPCC-nek, tehát a Nemzetközi Tudományos Testületnek a jelentése miatt, hanem rengeteg olyan szereplő volt a színpadokon, a folyosókon, ezekben a kis még a sejtekben, akik azt mondják, hogy hát én ezt a saját bőrömön érzem. Azért, mert süllyed a szigeten, vagy azért, mert az én városomat, Valenciámat elöntött a víz, vagy azért, mert egy olyan amerikai városból jövök, amit az idén négyszer tarolt le. Hurikán, amit igazából megváltozott az elmúlt évekhez képest, az nem a klímaváltozás, tényének az elismerése, hanem annak a felismerése, hogy a gyorsuló folyamatról van szó, és annak a visszatükröződése, hogy ez nem a szegény fejlődő országokat érinti, hanem valamennyi országot, és valamennyi országon belül a legtörékenyebb közösségek azok, akik a legnagyobb árat fizetik. Látják azt is a résztvevők, hogy Párizsban történt egy megalapodás, megünnepeltük. Ahhoz képest, amit abban a megállapodásban belefoglaltunk, ahhoz képest egy egészen más trend zajlik le a világban, akár a kibocsátás tekintetében, akár a hőmérséklet emelkedés tekintetében, tehát távolodunk azoktól a céloktól, amiben akkor megállapodtunk. És van egyfajta türelmetlenség, egyfajta kétségbeesés, egyfajta egymásra mutogatás. És amikor ezt megpróbálják az országok átalakítani egyfajta pénzügyi igényé, na ott kezdődik igazából a kemény beszélgetés. Kik a főszereplők a COP29-en, és milyen érdekképviseletek ütköznek a konferencia során? Nagyon sok rétege van egy ilyen klímatárgyalás sorozatnak. Vegyük a legfontosabb rétegét, amikor államok tárgyalnak egymással. Az államok nem csak a saját nevükben Föl, és általában nem egyénileg lépnek föl, hanem csoportokba szerveződve. Magyarország például az Európai Uniós csoportnak a tagja, és az Európai Unió tárgyal előzetes egyeztetés alapján és után az Európai Unió tagjai nevében. Nagy szereplőnek számít az Egyesült Államok, nagy szereplőnek számít Kína, nagy szereplőnek számít India, de számos más olyan csoport van, aminek a véleménye nagyon sokat jelent, például az afrikai csoport vagy például az úgynevezett G77 csoport, ami a fejlődő országok egészét fogja át. Szintén nagyon élénk tevékenység jellemzi a kis államoknak a csoportját, ez 52 ország, ha jól emlékszem rá, akik ugyan gazdasági értelemben nem nehéz játékosok, de hogyha a veszélyeztetettséget megnézzük, akkor talán valahol az élbolyban haladnak, és ők a leghangosabbak. Ők azt mondják, hogy jó, benneteket elver az eső, mi viszont eltűnünk a tengerbe. Tehát nagyon sok szereplős játékról van szó, az is gyakran Előfordul, hogy egy ország több mint egy csoportban hallatja a hangját, és ha igazából a nagy vízválasztót megnézzük, akkor egyik oldalon lehet látni a fejlett országokat, a másik oldalon lehet látni a fejlődő országokat. Ez nem szükségszerűen tükrözi a mai klímapolitikai realitásokat, ez a kiotói több mint 20 évvel ezelőtti klímacsúcsnak az öröksége, és ennek az örökségnek a része az is, ami akkor meghatározta, hogy kinek kéne fizetni, és kinek kellene pénzt kapni. Csak hogy azóta eltelt több mint 20 év. És a fejlődő, úgynevezett fejlő országok csoportjában vannak a világ legnagyobb kibocsátói is, például Kína, India, Brazília, Irán, Indonézia, akik hallani sem akartak arról gondolatról, hogy újra kellene gondolnunk ezt a felosztást. Hiszen a klíma nem azzal törődik, hogy ki milyen csoportban van beosztva, hanem ki mennyi nyit bocsát ki. A fejlettek között is vannak olyan országok, akik egy nagyon gyorsan átalakuló klímapolitikában lennének érdekeltek, az Európai Unió tipikusan ilyen, és vannak olyanok is, akik sokkal-sokkal óvatosabban mennének előre. Vannak olyanok, akiknél a civil szervezetek nyomása igen jelentős, és akik sokkal nyitottabbak pénzügyi kérdések megtárgyalásában egyfajta erősebben segély alapú gondolkozásra is. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy bármekkora összegről beszélgetünk, annak a működő gazdaság feltételei között logikával kell rendelkeznie. Tehát aki azért jön ide, hogy majd talicskával hazaviszi a pénzt, az csalódni fog, mert a világ nem így működik. Most viszont beszéljünk a foszilis energiahordozók helyzetéről és magáról a helyszínről. Miért pont Baku lett az idei találkozó helyszíne? Legyünk igazságosak. Az azeriek nem azért rendezik meg a kopot, hogy valami fajta trójai falovat hozzanak be a foszilis energia termelők részéről a klímatárgyásokba hanem azért, mert rábeszéltek őket, hogy az utolsó pillanatban lépjenek be a rendezői szerepbe. Tíz hónappal ezelőtt beszélték rá őket, annak ellenére, hogy általában két évig készül egy ország egy ilyen rendezvénynek a megtartására. Mivel a korábbi kiszemelt szereplő kihátrált, ezért próbálták rábeszélni az, az erieket, hogy vállalják el. Miért olajtermelő ország? Miért gáztermelő ország? Ebben attól tartok, hogy van egyfajta folytonosság. Ha belegondolunk, hogy az utóbbi jó néhány kop milyen országban jött létre, akkor mindegyik igen jelentős fosszilis energiatermelő ország. Franciaország, Nagy-Britannia. Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Lengyelország, és ennek az oka az esetek többségében az, hogy iszonyú sokba kerül megrendezni egy ilyen kopot. Sok 100 millió dollár. Az erék esetében ugye tíz hónap alatt nem csak, hogy meg kell szervezni, de finanszírozni is kell, és jó 100 millió dollárt kitenni az asztalra, nem minden gazdaság képes erre. Általában valamilyen jelentős bevételi forrást kell mögé tenni, annak érdekében, hogy ez működőképes -e legyen. Tehát én azt mondanám, hogy itt ne egy országot perlengérezzünk ki, hanem azt nézzük meg, hogy az jól működik-e, hogy milyen módon ki milyen hatást tud gyakorolni a klímatárgyalásokra, majdnem függetlenül a helyszíntől. Még mindig nagyon függ a világ a fosszilis az átállásban mennyire vállalnak ambiciózus célokat a résztvevők? Ahhoz, hogy a jövőbeli kibocsátások növekedését meg tudjuk állítani, illetve csökkenteni tudjuk, a legnagyobb kibocsátási szektort, az energiatermelés és felhasználást kell tenni, amilyen mértékben csak lehetséges. Ezt úgy mondják, hogy az energiaszektor dekarbonizációja vagy zöldítése. A világnak az energia igénye az folyamatosan növekszik. Nagyon gyorsan növekszik a zöld energia. A termelése, de egyelőre nem tud lépést tartani a világ teljes energiaigényének növekedésével, és ezért a foszilis forrásból származó energiáknak a mennyisége az növekszik. Mindenféle olyan tény és szám ellenére, ami azt mutatja, hogy exponenciális gyorsasággal fut föl néhány zöld technológia és energiatermelési technológia. A jó hír viszont az, hogy ma már jóval több befektetés megy a zöld energiatermelés technológiájába és piacaiba, mint a foszilis termelésbe. A rossz hír az, hogy iszonyú mennyiségű pénz megy még a világban a foszilis energiák használatának a támogatására. Tehát körülbelül 7 billió dollárt költ a világ évente valami fajta foszilis energia támogatása. Ebből másfél 2 billió, tehát ugye 2000 milliárd dollár az, ami közvetlen támogatás, és az összes többi pedig közvetett támogatás. Ekkora piaci versenyelőnye van a foszilis szektornak a zöld technológiákkal szemben. Semmiképpen nem mondanám azt, hogy akkor itt húzzunk egy vonalat, minden támogatást vegyünk ki a rendszerből, rakjuk át a zöldbe, ez egyébként gazdaságilag nem is lehetséges, és szociális szempontból sem lenne lehetséges, hiszen a világ számos országában ezek a támogatások igen nagy mértékben a szociális megfontolásból történnek. Viszont az látszik, hogyha nagyjából egy szintre kerül a versenyhelyzetben a zöld és a foszilis, akkor a széndiokszidmentes technológiák elkezdenek versenyelőnybe kerülni, és ez előrevetíti azt, hogy a jövőben egy gyorsuló térnyeréssel lesz dolgunk. Sajnos ennek a vége még nem prognosztizálható, senkinek nem az az érdeke, hogy gazdaságok összeomoljanak, és ezért senki, aki komoly vezető, nem mondja azt, hogy holnaptól kezdve zárjuk el a csapokat, zárjuk el a bányákat, zárjuk a finomítókat, szükség van rájuk, azt kell tudni megtervezni, hogy ez az átmenet mennyi idő alatt, milyen költségek mellett és milyen társadalmi és környezeti áron fog lezajlani. Vannak olyan országok, amelyek a foszilis energiák visszaszorítását aktívan ellenzik. Ha igen, akkor miért? Elsősorban azok az országok, amelyek a fosszilis energiából élnek. Szaudarábia, Oroszország, jó néhány más olajtermelő ország, akik ezeken a tárgyalásokon össze szoktak állni. Egy blokkoló csoportá, vagy olyan csoportá, amelynek olyan ötletei vannak, ami kicsit elhalaszt döntéseket. De ennek már régi hagyományai vannak. Még úgy is, hogy ezeknek az országoknak egy része egyébként maga is nagyon komoly zöld beruházásokat valósít meg, mint az Egyesült Arab Emírségek vagy Szaudarábia. A egyik legnagyobb befektetői a zöld átállásnak. Érdekesen változott meg Kína helye. Korábban Kína volt az egyik legkonzervatívabb szereplője a klímapolitikának, mégpedig azért, hogy ne legyenek olyan új szabályok, amely Kína gazdasági fölemelkedését megállítja vagy lassítja. Kína önmagát, mint a világ legnőbb gazdaságát képzeli el a közeljövőre vonatkoztatva, és nem szeretne olyan szabályokat, ami ezt megakadályozza. Ugyanakkor a kínaiak rájöttek egy másik dologra is, és nagyon bízom benne, hogy az Egyesült Államok ezt szintén jól át fogja gondolni egy új vezetés mellett, amíg a 20. század az olaj és részben a gáz évszázadának nevezhető, ezért törtek ki háborúk, ezért jöttek létre szövetségek, ezért jöttek létre béke megállapodások, addig a 21. századnak a kulcs tényezője az a fenntarthatósági átállást lehetővé tevő technológiák piac az ellenőrzése. És ha megnézzük ebben a tekintetben a kínaiak már most a zöld technológiák piacának egy részét ellenőrzik. A Magyarországon valaki napelemet vásárol, 95%-os valószínűséggel kínai napelemet fog vásárolni, és ez egyébként az európai adat is. Tehát a kínaiak nagyon pontosan bemérték azt, hogy hogyan lehet gazdaságilag értelmet adni egy olyan ipari átállásnak, ami az ő részükről piacnyerést és térnyerést fog jelenteni, és ezért mert egyre inkább úgymond progresszív klímapolitikai tárgyalóként lépnek fel. Ami az Egyesült Államokat illeti, szokás azt feltételezni, hogy a konzervatív oldal általában a klímaellenző, a demokrata oldal pedig általában klíma most a legnagyobb zöld energiatermelő, az Egyesült Államokon belül az Texas. Mint a jó néhány más republikánus többségű állam is az Egyesült Államokon belül, az kifezetten egyszerre republikánus és zöld energia termelő. Tehát ha a gazdasági racionalitást nézem, akkor a piaci lehetőségek kihasználása egy csomó helyzetben és esetben felülírja a korábbi politikai meggyőződéseket. Azt javaslom, menjünk tovább az esemény pénzügyi célkitűzéseivel, hiszen a COP29-re előszeretettel hivatkoztak úgy a sajtóban, hogy pénzügyi klímacsúcs. Miért? A klímacsúcsoknak van egy sajátos belső logikája, hogy milyen kérdések mikor kerülnek a napirendre. És a párizsi megállapodás során történt egy olyan tenyérbecsapás, hogy 2020-tól a világ fejlett része évenként 100 milliárd dollár Látni, úgymond klímafinanszírozást biztosít a fejlődő országok számára. Ugye ez pontosan mit jelent, akkor nem volt részletesen definiálva, de ebben most talán nem menjünk bele. Az is a megállapodás része volt, hogy 2025-től egy új, ennél nagyobb léptékű nemzetközi klímafinanszírozás kerül majd az asztalra, és a megállapodás tárgyai közé. Tehát itt most, Bakuban kellene megállapodni arról, hogy mekkora összegről, milyen módon, milyen célokkal jöjjön létre ez az úgynevezett új, minősített nemzetközi megállapodás. A fejlődő országok megtették a tétjeiket, bejelentették, hogy az évi 100 milliárd helyett évi 1300 milliárdra lenne szükségük kínai igények nélkül. Tehát 13-szoros növekedés, és hozzátették azt is, hogy ők ennek a pénznek több mint felét adomány formájában képzelik el. Ráadásul úgy, hogy most mindenki tegye meg a tétjeit, tegyék ki az ígéretet az asztalra, a fejlett országok folyósítsák a pénzeket, mégpedig úgy, hogy kormánytól kormányig pénzátadás formájában, és ők majd hazamennek vele, és megteszik azokat a döntéseket, felhasználásokat, amit ők jónak gondolnak. A világ fejlettebb része, amelyik az adományozó vagy donor szerepben van, azt mondta, hogy hát így azért lássuk be, hogy ez nem kezelhető. Ha az a cél, hogy a világban meglévő javakat újraosszuk, és erről kössünk egy megállapodást, akkor nagyon hosszú lesz a beszélgetés. Nem fér bele a klímacsúcsoknak a rendszerébe. Ráadásul egy kicsit struktúrátabban kellene ezt a kérdést megnézni, hiszen vannak olyan pénzügyi igények és finanszírozási igények, amelyek a már bekövetkezett vagy most bekövetkező klímaváltozási problémákra próbálnak reagálni, ezt alkalmazkodás. Hívják, tehát olyan projektek, amik tipikusan például vízgazdálkodás, élelmiszertermelés, infrastruktúraépítés, amivel felkészülünk arra, ami már elkerülhetetlen. És vannak olyanok, amelyek például az energiarendszernek az átalakítását finanszíroznák. Ezek tipikusan olyan hatású projektek, amik a jövőbeli kibocsátásokat csökkentenék. Azt mondják, hogy az energiaátállás, tehát mondjuk úgy, hogy szakszol mitigáció, tehát a, a kibocsátás csökkentésének a jövőbeli megállítását szolgáló beruházások, ezek piaci alapon elég jól működtethetők, és már most is meglehetősen nagy pénzügyi áramlás van ezen a téren, de ezt kifejezetten piaci logikával és befektetési logikával lehet megcsinálni. Ennél lehet, hogy később nagyobb tétel lenne az alkalmazkodást elősegítő igényeknek a finanszírozása, de azt mondják a fejlettek, hogy ez alapvetően nemzeti hatáskörben van. Tehát egy kormánynak kell gondoskodni erről, és egy kicsit ettől elkülönítendő a már régóta bekövetkezett károk enyhítését szolgáló veszteség és alapnak a finanszírozása. Ha megnézzük ezeknek az együttes igényét, mind a három finanszírozási formát, bár ezek találkoznak, évente 3-4 billió dollárról lenne szó. Csak úgy hozzávetőlegesen mondanám, hogy a magyar GDP-nek a léptéke, mértéke

dollár körülbelül. Tehát a magyar GDP-nek körülbelül olyan 15-szörösét kérnék a fejlődő országok mindenféle megfontolás alapján, de az európai GDP, az EU gdp je is olyan körülbelül 16-17 billió dollár, tehát annak is mintegy egy ötödét kérnék a fejlődő országok. Nyilvánvalóan ez nem az a mód, ahogyan ezt meg lehet tárgyalni, ahogyan egy miniszterelnök be tud menni a parlamentbe, és azt mondaná, hogy kedves képviselő, hölgyek és urak, a holnapi naptól a mi ország GDP-jének kb. 10%-át át kellene adni valaki másnak. Ez nem egy életszerű beszélgetési helyzet. Ezért van jelenleg egyfajta válság a tárgyalásokon. Egyik oldalon az az igény, ami kicsit struktúrálatlan, hogy óriási mennyiségű pénzről beszél, és nem is hajlandó másról beszélni, például jövőbeli kibocsátási terveknek a létrehozásáról. A másik oldalról pedig azt mondják, hogy ezt tegyük kezelhetővé, tárgyalhatóvá, tegyük gazdasági logikához közelíthetővé. Ez a rókafogtatjuk Jelenleg áll, meglátjuk, hogy a klímacsúcs hátralévő részében lehet-e valamifajta olyan kompromisszumot kitalálni, ami egyrészt lehetővé teszi egyfajta gazdasági logikába illeszthető pénzügyi együttműködési finanszírozási kapcsolódást, és ezzel párhuzamosan azoknak a nemzeti klímavállalások, kibocsátás csökkentési vállalásoknak a kidolgozását, amit jelenleg blokkolnak a fejlődő országok. És ezek a finanszírozási terhek pontosan hogyan oszlanak meg a gazdag és a szegény országok között? A kiotói csúcs óta a világ országait felosztották két részre. Fejlettek és fejlődők. A fejlettek dolga lett volna kiotó óta, hogy finanszírozzák a fejlődőknek a klímafinanszírozás igényeit, vagy átállási igényeit. Csak hogy azóta a világ jelentősen megváltozott. Például a világ messze legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsát országát úgy hívják, hogy Kína, amelyik egyébként abban a fejlődő ország csoportban van, ami a pénzfogadó oldalon áll. A harmadik, negyedik legnagyobb kibocsátó országot úgy hívják, hogy India, ami természetesen továbbra is a fejlődő országok között van, de ami már lélekszámban a világ legnagyobb országa, és nem sokára a világ harmadik legnagyobb ipari hatalma szeretne lenni. A leggyorsabban fejlődő országok többsége ma az úgynevezett fejlődő országok közé tartozik, és a következő 20 évben a világ gdp ének emelkedésének a 80%-a ezekből az országból fog jönni. Tehát átalakult a világ, és hogyha nem alakítjuk át a nemzetközi klímatárgyalások finanszírozási dimenziójában, hogy kinek milyen szerepe van, akkor nagyon nehéz lesz előre menni, hiszen a valóság ma más, mint a korábbi jogi keretek csoportosításoknak a létrehozása. Egy érdekes változásnak voltam tanulja most Bakuban. A kínaiak hónapok óta nagyon mereven ellenezték azt a nyugati gondolatot, hogy ki kell bővíteni a donorbázist. Vonjuk be azokat az országokat, amelyek már megtehetik maguknak, hogy támogatnak a fejlődő országokat, és amelyeknek az ipari fejlődése nagyon gyors, és ebből fakadóan egyébként a kibocsátások is nagyon gyors. Tehát a kínaiak mereven ellenezték, hogy ezt megcsinálják. Itt az azerbajdzsáni klímacsúcson tapasztaltam először, hogy a kínaiak egy olyan gondolattal álltak elő, hogy ők az utóbbi néhány évben már több mint 25 milliárd dollár klímafinanszírozási támogatást adtak fejlődő országoknak, és hajlandóak ezt folytatni, egyre nem hajlandóak, hogy ezt valami státuszmódosítással kössék össze. Tehát valahol körvonalazódik egy olyan rezsim, ami már számításba tudja venni a gyorsan növekvő, fejlődő gazdasági hatalmaknak hozzájárulását, anélkül, hogy, és ez az ő ragaszkodásuk, anélkül, hogy a státuszukat jogi értelemben módosítják, hiszen nem akarnak magukra olyan visszakereshető és visszakövetelhető kötelezettségeket vállalni, ami esetleg majd a fejükre olvasható 5 vagy 10 év múlva. Klimafinanszírozás alatt csak a vissza térítendő támogatásokat értjük, vagy akár a hiteleket is ide sorolhatjuk. Párizsban ez nem lett specifikálva. Sok minden beletartozik. Az egyik az úgymond adomány. Tehát segélyadomány pénzbeli vagy bármi más formájában történő segélyadomány egyik országtól a másik országig, egyik kormánytól a másik kormányig. A fejlődők ezt szeretnék erősíteni. A fejlődő országoknak az lenne az igénye, hogy ez az óriási klímafinanszírozási igény, ami a moderált formában 1,3 billió dollár, ennek legalább 50%-a legyen adomány kormánytól kormányig. De már Párizsban is szó volt arról, hogy ez önmagában nem tudja fedezni a finanszírozás igényt a világban, hiszen a kormányok egyszerűen nem urai Ezeknek az összegeknek. A világban meglévő pénznek a többsége az a működő gazdaságban, cégek és magánbefektetők kezében van. Tehát nemzetközi klímafinanszírozás ilyen léptékben, csak úgy tud működni, hogyha összekapcsoljuk a kormányzati finanszírozásokat, a magántőke piaci szerepvállásában történő finanszírozással, a nemzetközi fejlesztési bankokban lévő pénzeket olyan szereppel látjuk el, ami elősegíti ennek a tőkének a mozgását, és bele kell venni még jó néhány más formát is, például a filantróp szervezeteknek a tevékenységét, vagy netán olyan tőkeáramlásokat, mint a, a fizetésének az a ami szintén jó néhány száz milliárd dolláros nagyságrendű a világban. Erről viták zajlanak, megegyezés nincs. A fejlettek azt mondják, hogy egyszerűen értelmetlen dolog azt elvárni, hogy a fejlődő országok kormányai valahonnan majd leakasztanak egy óriási mennyiségű pénzt, leteszik az asztal, és azzal haza lehet menni. Tehát ennyi pénz nem létezik. Ennyi fölött nekik nincsen rendelkezési joguk. A fejlődők pedig leginkább abban hisznek, hogy az a pénz a megfogható pénz, amit egyik kormány a másik kormány kezébe átad. Most viszont beszéljünk egy kicsit az adott helyzetünkről és a jövőről. Azt tudjuk, hogy a világ nagy része továbbra is szkeptikusan áll ezekhez az eseményekhez a sokadik klímakonferencia után, és az eddig eredmények sem olyan látványosak. Ezen felül azt is lehet hallani, hogy a részvegők magángépekkel érkeznek. Ez minden kóp esetében így volt. Mindig voltak olyan állam és kormányfők, akik egy napra mennek oda, két napra mennek oda, és a saját gépeken utaznak. Ez szimbolikus jelentőségű, de nem ez adja a világ klíma politikai képletét, és nem ez határozza meg a klíma alakulását. Ezzel együtt elég rossz hangulatot tapasztaltam a kopon. Szorongó hangulatot, borongós kilátásokkal, aminek az egyik oka valóban az, hogy Távolodunk azoktól a céloktól, amiket Párizsban elfogadtunk. A borongós hangulatnak egy másik oka, hogy elkezdődött a találgatás, hogy az Egyesült Államok hogyan és miből fog kilépni. Kétszer az amerikai kormányzat már kiléptett az Egyesült Államokat klímapolitikai megállapodásokból, kyoto illetve Párizsból. Most pedig arról lenne szó, ahogyan a találgatások zajlanak, hogy az egész klímapolitikai tárgyási rendszerből, lépnek ki az Egyesült Államok, ami egy meglehetősen nagy következményekkel járó lépés lenne. Ráadásul Argentina elnöke bejelentette, hogy akkor ők is, és amennyire tapasztalhattam, az oroszok már elkezdtek lebegtetni egy olyan kérdést, hogy mivel ők általában az Egyesült Államokhoz próbálják mérni magukat, hogy akkor ők is kilépnek. De most, ha elkezdődik egy ilyen hullám, ez a három ország már önmagában is egy nagyon nagy csapás lenne a nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokra, tekintettel az ő kibocsátásokra és energetikai szerepükre a világban, de egy ilyen veszteség, akár a klímafinanszírozás szempontjából, akár újabb klímapolitikai célok megfogalmazása szempontjából jelenleg nagyon nehezen volna elképzelhető, hogy hogyan lehet egy ilyen veszteséget kezelni. Nagyon bízom abban, hogy az Egyesült Államok alaposan végig fogja gondolni, hogy milyen módon folytatja a klímapolitikai szerepvállását a világban, már csak nemzeti és gazdasági érdekeit tekintve is. Ugyanis, hogyha a 21. századnak az egyik fő kérdés az, hogy ki milyen módon tudja kontrollálni a fenntartható fejlődés és benne a klímapolitikai átalakuláshoz szükséges technológiák piacát, akkor ennek a piacnak az elhagyása az azt jelenti, hogy Kína gyakorlatilag előbb-utóbb minden dominálni fog benne. Nem csak részpiacokat, ahogy jelenleg teszi, hanem jelentős módon teret fog nyerni a nemzetközi piacokon. Nem hinném, hogy az Egyesült Államoknak, amely jelenleg még néhány technológia tekintetében piacvezető, érdeke lenne ezt a piacot elhagyni, már pedig ennek a piacnak összetett jellege, hogy nem csak a technológiák fejlesztéséről szól, nem csak a piacoknak az alakításáról szól, hanem bizonyos finanszírozási rendekről is szól. Ebből az egész rendszerből kilépni úgy gondolom, hogy több veszteséggel járhat az Egyesült Államok számára, mint előnyökkel. Ezekkel a bizonytalanságokkal és a meglehetősen nagy nézetkülönbségekkel, különbségeket figyelembe véve, ami a pénzügyi tárgyalások asztala körül észrevehető, lemérhető. Tehát mindezeket figyelembe véve van egy rossz hangulatú, ideges, türelmetlen és talán bizalmatlan viselkedés sorozat, nem csak Tagállamok részéről, hanem NGO részéről, tudományos műhelyek részéről, és helyek közel vállalatok részéről is, akik szeretnék látni, hogy mik lesznek a jövőbeli szabályok. Ugye a felvétel pillanatában még zajlik a konferencia, nincsenek döntések, viszont ha majd lesznek, akkor ezek Magyarország helyzetére nézve mit jelenthetnek? Magyarország nem önmagában tárgyal. Mi tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és egy belső Európai Uniós egyeztetést követően az EU a fő tárgyal. Magyarország esetében ez nem csak azt jelenti, hogy az asztalnál kiszólal meg, hanem azt is, hogy mi részesei vagyunk egy nagyon szigorú klímapolitikai rezsimnek, ami Európai Unió esetében sokkal szigorúbb, mint a világ legtöbb részén tapasztalható klímapolitikai rezsim. Ennek következtében a nálunk jelenleg érvényben lévő szabályok, kibocsátási szabályok, környezetvédelmi szabályok, átalakulást előrevetítő tervek és szabályok lényegesen. Előíróbbak, szigorúbbak, mint amit jelenleg tapasztalunk Kínában, az Egyesült Államokban, vagy néhány más tárgyaló partnernél. Ez azt jelenti, hogy ha a mi gazdaságunk most alkalmazkodni tud egy meglehetősen ambíciózus jövőbeli tervcsomaghoz, ha mi technológiai fejlesztésünk arra tud fókuszálni, hogy mik lesznek a jövőbeli piacokat meghatározó zöld technológiák. Nagy valószínűséggel a jövőbeli piacokon lesznek olyan piacirések, ahol Magyarország a jelenleginél erőteljesebb pozícióba tud kerülni. Tehát miközben természetesen senkinek nem érdeke, egy olyan fajta radikális ugrás és átállás, ami bedönti a gazdaságokat, nekünk sem érdekünk. Eközben nagyon jól látnunk kell azt, hogy hol lesznek azok a piacérések, amit tudományos és technológiai fejlesztéssel Magyarország magáévá tud tenni. Azt tudjuk, hogy a jövő évi COP30 Brazíliában rendezik. Mit várhatunk ettől a konferenciától? Igen, az Amazonasban lesz, Belém városában. A legfőbb feladata az lenne ennek a brazíliai klímacsúcsnak, hogy az új nemzeti klímaváltozásokat összegezze, és ebből megállapítsa, hogy milyen teendők vannak nemzetközi, globális értelemben és akár országokra lebontva. De lehet, hogy ennél több feladat marad belémre, ugyanis hogyha itt most Bakuban nem jönne össze a finanszírozási nagy csomagról való megállapodás, akkor ez átcsúszik a braziliai fórumra. Már csak azért is van ennek lehetősége és esélye, nem tudjuk még, hogy hogyan végződik a COP29, mert a fejlődés Országok tárgyalási pozíciója teljesen egyértelműen arra megy ki, hogy addig ők nem hajlandóak tárgyalni a következő nemzeti klímapolitikai vállalási csomagjukról, amíg nem látják az asztalon azt a nagy pénzmennyiséget, amiből ők majd meríteni tudnak, úgymond. A fejlett országok azt mondják, hogy ennek az ilyenfajta közvetlen összekapcsolása sem tárgyalási, sem pénzügyi szempontból nem járható út, tehát tessék szíves lenni mindenkinek elkezdeni kidolgozni a saját nemzeti klímavállalási és klíma átalakulási tervét. Ezt februárig kell egyébként minden országnak azt arra tenni. A brazilok letett egyébként az asztalra saját tervüket, letette az Egyesült a is, de az országok többsége még nem, és lehet, hogy februárig nem is lesz meg az ország többségében, különösen akkor, hogyha nem lesz egy tenyérbe csapás a finanszírozásról most Bakuban. Így a mai napon lehetőségünk volt betekintés nyerni a COP29-be az Egyesült Nemzetek Szervezetének klímavédelmi konferenciájába. Meg kell említenünk, hogy a felvétel november 19-én a találkozó ideje alatt készült. Köszönjük szépen Körösi Csabának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok rendsét kívánunk a munkájához. és Janok Péter volt a műsorvezető társam pedig Tóth Menyhért. Ez volt már a holnap után a Grindex fenntartatósági műsora. Jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!